A legújabb Top Scrum Matcha beszerezhetitek a Collector-nál. www.collector.hu link a leírásban. Üdvözlök mindenkit, ez itt a futballkárcún, a mai videóban pedig tops scrollozni fogunk Mecsetax legújabb prémium szériája az alapkártya típusokból, fogta a tops és megcsinálta ezeket a prémium lapokat, eredeti aláírt lapokat is lehet ezekből szerezni, sokkal nagyobb gyakorisággal, mint a sima Mecsetax, de az itt is nagyon ritkának számít, azt hiszem három dobozonként, a lehet nyitni, tehát nagy display dobozonként. Na most a kollektornál végre be lehet szerezni, azért voltak készlethiányok, rengetegen veszitek. Annak köszönhető ez az egész, úgyhogy nem árt azért sietni. Négy kártyás pakokról van szó. Szóval legújabb széria a Bajnokok Liga, Európa Liga, illetve a Konferencia Liga. Átigazolások rendben vannak most már minden szinten, hiszen Ronaldo United, illetve Messi PSG lapokat lehet innen húzni. Tehát ezekben a négy kártyás pakkokban tényleg prémium lapok vannak azért is, ez a drágább. bár újságosoknál ilyen helyeken semmilyen szinten nem lehet kapni, nem is nagyon volt. Ez a Fradis doboz, amire azt mondom, hogy kicsit prémiumnak lap cucc, és van újságosoknál tesco val lidl de ezeket nem, tehát inkább marad a kollektól, ha Magyarországra akarjátok, illetve külföldi rendelés, Na de, nézzük is pakkokat, jól néz ki, már a csomag dizájn is olyan, hogy egészen hihetetlenül parádésan jól néz ki, nagyon jól megcsinálták. Itt is írja, hogy négy kártya csomagonként 200 kártyát lehet összegyűjteni, tehát azért valaki ki akarja gyűjteni a teljes szettet, nem kell több százat, akár 4 5 százat kigyűjteni, mint egy alapszériánál. Van benne Men of the Match, 100 Super Signing, Next Gen, tehát vannak tök jó lapok, viszont ott a Legends, ami új típus, az nagyon menő, Legendsből nagyon szeretnék legalább egyet nyitni, itt pedig az esélyek. Na hát ez azért izgalmasabb téma, hiszen vannak itt autograf, azt figyeljétek, 143 csomagonként, autograft orange paralelel, tehát orange csillogással, narancs csillogással, 303 csomagonként, a Superfractor pedig 7500 csomagonként, de színeset egyébként simán lehet nyitni, sima kicsit fényesebb, RGB-sebb változata, de vannak ugye rózsaszín, akva, neon, sárga, arany, mind, mindenféle színek vannak, tehát az alapkártyáknak is több változata van ennek a színeknek köszönhetően, és azok számozottak is lehetnek, úgyhogy emiatt extrán izgalmas a dolog. Na de, én azt mondom, hogy kezdjünk is bele. Annyi izgalmat viszek a dologba, hogy én soha nem szoktam prémium pakokat ollóval nyitni, vagy legalábbis nagyon ritkán, mindig ezeken a perforációkon megpróbálom óvatosan eltépni. Most picit babonásan, egyébként nem vagyok az, nem most kicsit megpróbálom. Hát, ha, hát, hoz valami nagyon izgalmas, valami nagyon alacsony gyártásszámú, ugye a számozásnak köszöntem. Négy különböző ollóval fogom, egy koszos konyhai olló, de hát a kártya az ugye nem fog ebből érezni semmit. A standard kis ollóm, méldélyeknél szoktam használni. Ez a benti, irodai olló illetve az asszonynak a kis kézműves ólója. Négy pak, négy különböző olló. Nyissuk az elsőt lent vannak a kártyák, úgyhogy még csak véletlenül se fogom átvágni ezzel a bitanga. Nézzük is az első Nagyon-nagyon izgulok, srácok. Fú, nem is bontottam ilyen pakkokat még egyáltalán. Deron. Fantasztikusan jól néz ki. Az első lap egy deron, és elképesztően szép a csillogása, ugyanúgy a dizájn az teljesen megegyezik ugye a standard meccsetax kártyákkal, viszont ez a kinézet azért önmagáért beszél, ugye itt van egy alapkiadásos kártya, vastagságban se egyezik, tehát nincs is köze egymáshoz, nagyon király, nézzük a következő lapot, hoppá, Paolo Maldini Legend lap! Hát ezt kértem, hogy legalább egy legend legyen, mert ezekre nagyon kíváncsiak, ez nem volt az alapszériában sem, és itt viszont van, elképesztően jól néz ki. Úristen, te király, már emiatt is nagyon-nagyon zord ez az első csomag. Taremi, FC Porto, az utolsó, az pedig egy alaptípusnak a paralel változata Pedri. Látszik, látszik egyértelműen a csillogás, főleg így fénybe, úristen, mennyivel színesebb ez a Pedri kártya, Számozás ugye ezeken nincsen, tehát nem számozott az első pakból egyik kártya sem, viszont nagyon örülök a Pedrinek is, meg igazából a Maldininek is, úgyhogy én azt mondom, hogy pukkantok egy ilyen puha kártyavédő tokot, valamivel ezeket mindenképpen védjétek be, hogyha veszitek, vagy azonnal kerüljön albumba, nálam így tokkal kerül majd puha tokkal albumba, tehát én albumba szeretném ezeket tárolni, de akár egy ilyen komolyabb is, vagy mágneses tokba is simán rakhatjátok. Ez nálam kapni fog egy standet, mert, mert azért mégiscsak Pedriről van szó, tehát ő azért még bőven-bőven befuthat, és valami is mutathat, ami értéknövelő lehet a karrierre során. A másik nagyon királyműen körülök, az a Mádini Ácsi Milán legendája. Jön a következő. Ez a méldélyes olló. Úgy, Húzzuk ki belőle a kártyákat. Tripper, Man of the Match. Egy Man of the Match típusú. Azt a mindenit, tehát ez már nem alap. Még egy Man of the Match. Teljesen random van, teljesen véletlenszerűen. Timo Werner a következő. Majd utána van egy Zapata. És a végére pedig ez egy Dani Olmo. Red Bullosokat kiemelten figyeljük, hiszen ott lehetnek magyarok. Ez ugye Dani Olmónak, a spanyol tehetségnek a paralel típusú változata, ugyanúgy ugye számozás nélkül, ezt a hátulján látnátok egyébként, hogyha lenne, természetesen őt is bevédjük. Annyiból jó ez a kis bontás ilyen szinten most, hogy fiatal tehetségek jönnek, tehát Dani Omo is még azért bőven, bőven van benne potenciál, úgyhogy ezeket érdemes lehet elrakni, meg hát amúgy is ezeket a kártyákat vétek lenne, nem jól bevédve elpakolni. A póhatok, azért picit levesz a fényéből. Na de, nézzük a következő csomagot. Felén már túl vagyunk. Számozott még nem jött egyenlőre. De ami késik, az remélhetőleg nem múlik. Hogy a mondást tartja. Super Signing. Grillis. Azt figyeld, az új igazolás. Citynek. Nagyon király. Ez is ilyen exkluzív típus, Pulisic. Chelsea. Majd fordítunk. Sporting, ináció. A végére pedig egy Robert Lewandowski pink verzió. Tehát a rózsaszín kiadás, úristen, mennyire máshogy néz ki, mennyire király ez a lap, még ebben a színbe is azt kell, hogy mondjam. Per 199-es a számozása, abból ez a 97. gyártás. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy ezt a 97-eset a rózsaszín Lewandowski a más nem fogja megkapni. Ez így kizárólag az enyém, vagy adott esetben a csiet akkor a tiéd. De ez a 97-es, ez nálam marad. Főleg, hogy tök király, mert a születési évszámú, úgyhogy ez a Lewandowski, ez nagyon zsír. Meg főleg az, hogy, hogy nem egy ilyen alapabb játékos, hanem, hanem a Bayern Münchennek a góllövő mestere. Na nézzük akkor az utolsó csomag, most már tényleg megvolt, van számozott színes, vannak itt fiatal tercsek, legenda kártya. Lessük meg az új csomagból, milyen. Úgy Húzzuk ki a kártyákat. Na, egy-egy beragadt. Pont az aljáról. Jó, megvan, megvan. Curtis Jones. Majd utána egy Zaniolo, Ászt Róma. Man of the Match, Vinicius Junior. és a végére megint színes. Ez pedig egy Gnabry. Azt figyeld már, mennyire német volt itt. Három német is a legjobbak közül, illetve ott van Bayern München megint, ez egy lila csillogós, és azok viszont 299 számozásig mennek, és ebből ez a 141 -dik. tehát egy extrém ritkát nem sikerült nyitni. Én mégis nagyon-nagyon örülök ezeknek a lapoknak, mert az albumot maximálisan feldobják. Megpróbálom belesűríteni a sima meccsetaksz albumba. Nem sikerül, akkor természetesen újat fogok kezdeni mert mégiscsak én, én hozzátársítom ezt a MatchaTax szériához, de annál ez egy sokkal menőbb kiadása. Úgyhogy így nézünk ki, ennyi lett volna ez az opening, Pedri, Olmo, Lewandowski, Gnebri, ők jöttek, akik igazán különlegesek, ez a Legend Maldini, meg igazából nekem egy kis öröm, hogy sikerült ezt szerezni. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek a videót, ahogy mondtam, a pakokat megtaláljátok a kollektornál, ha még van raktáron, aztán lehet próbálkozni a külföldi rendeléssel, de bízunk benne, hogy még fogod a szállítmány érkezni. Legközelebb találkozunk, addig is jók legyetek. Sziasztok!